A színpadra szólítom a Szivárvány Citera zenekart. A Szivárvány Citera zenekar városunkban 1970 óta működik. Ekkor alapította Gyalog Magda, citera művész, a Szivárvány zenekart lelkes, dalolni, zenélni vágyó fiatalok közreműködésével, akik mindig megújulva, folytonosan fiatalabb zenészekkel kiegészülve, új lendületet kapva azóta is ápolják a túri citerás hagyományokat. A megalakulástól eltelt évek a zenekar életében számos elismerést hoztak, melyek mind a zenekar társadalmi és szakmai elismertségét jelzik. Az elismerések közül a legrangosabb a Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj. A zenekar működtetése a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület feladata, mely közhasznú szervezet 2019. augusztus 20-án a Szolnok megye legnagyobb kitüntetését, a Jászlajkun Szolnok megyéért díjat kapta. A Mezőtúri Citerás Népzenei Műhely bekerült a megyei értéktárba is. A magyar népzenek külföldi népszerűsítésében is élen járnak, zenéjükkel bejárták fél Európát, 12 országban több mint 30 alkalommal szerepeltek. 2019. október 23-án Egyiptomban a Kairói Magyar Nagykövetség által rendezett ünnepi fogadás műsorában működtek közre. Műsorszámaik összeállításában a változatosság, a népdalaink sokszínűségének megmutatásának szándéka vezérli őket. A zenekar vezetője Gyalog Magda távozása óta Csíder István, a népművészet ifjú mestere, a Jászlajkun Szolnok vármegyei közművelődési díj tulajdonosa, Kóta díjas népzenetanár. Mai műsoruk Szabolcsi pásztordalok, marosszéki hallgató, forgatós és friss, valamint felső tiszavidéki dallamok. Fogadják őket nagy szeretettel! Thank you.
Thank you.
on the head.